Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, az Ultrahang stúdiójában pedig Szabó József külügyi szakértő. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, én köszönöm a lehetőséget, és nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a műsor nézőit, hallgatóit. Ma az orosz-ukrán front helyzetről fogunk beszélgetni Szabó Józseffel, előtte azonban mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve azt figyelmükbe ajánlom, hogy körülbelül 2 hét múlva az Ultrahang csatornája majd lesz még egy beszélgetésünk gazdaságról és demográfiáról, ezt is érdemes lesz követni. És akkor vágjunk bele a front helyzetbe, mert hogy sok minden történik, mind az orosz, mind az ukrán oldalról. Azt mondják azok, akik felszínesen közelítik meg ezt a kérdést, hogy a felörlő háború során az oroszok eddig hónapról hónapra foglaltak el egy-egy falut, most meg szinte napról napra. Ez egy helyes megállapítás? Én más oldalról közelíteném meg ezt a kérdést. A felörlő háborúban kevésbé jelentős a területfoglalás. A területfoglalás az egy tünet, az egy következmény. Mégpedig annak a következménye, hogy a felörlő háború sikeres. És azért mondom tünetnek, mert ez a harci területre lefordítva azt jelenti, hogy az adott területet védő és adott esetben ukrán egységeket az oroszok oly mértékben fölmorzsolták, és az ukrán egységek oly mértékben, oly ütemben veszítik el harcképességüket, hogy kénytelenek területeket föladni. Tehát az én megközelítésem ez. Nyilvánvalóan néhány irányban az oroszok most már jelentősebb sikereket értek el. Épp a napokban olvastam, az egyik fontos irány az Abdjejevka Pokrovszk irányba, ott ugye főként a támadó szempontjából a jobb szárnyon, a védő szempontjából a bal szárnyon vannak óriási problémák az ukránok számára. Itt a bal szárnyon a felturbózott és amerikai mintára szervezett ennél fogva nagyméretű külföldi kiképzésben részesült, és ráadásul eredetileg önkéntesekből toborzott, tehát nagy harcmorálra rendelkező 47. gépesített lövészdandár, rendkívül nagy veszteségeiről beszélhetünk most már, illetőleg a 31. a vele szomszédos 31. ukrán gépesített lövészdandár veszteségeiről is beszélhetünk, mégpedig oly mértékben, ugye, hogy kénytelenek a területet föladni. Nyugati lapokban jelennek meg olyan beszámolók, az előbb említett ukrán egységek katonáinak a szájából, hogy gyakorlatilag az ember, a lövész katona fogyott el. És akkor, amikor egy olyan, itt egy kis kitérőt hadd tegyek, hogy a nézők értsék, hogy miről beszélek, és hogy mit jelent az, amikor a 47. dandár harcképessége megrodjant. Egy normál ukrán dandár, gépesített lövészdandár szervezése, az 3 gépesített lövészdandár és egy harckocsi dandárból áll. Nyilvánvalóan van még mellette egy tűzérosztály, egy légvédelmi rakéta tűzérosztály, műszaki zászlóhaj, ellátó zászlóhaj, jó esetben egy önálló felderítő zászlóhaj. Most már minden dandáros szerveztek század, de most már inkább zászlóhaj szinten drón egységeket, vagy drónal egységeket. Tehát egy normál ukrán dandár szervezése, tehát a harcoló alakulatot mondom, 3+1, 3 gépesített lövészdandár, 1
3 gépesített lövészászlaj, 1 harckocsi zászlóalj. Ezzel szemben a 47. gépesített lövészdandár 7 zászlóaljas. Tehát a 3 gépesített lövész zászlóaljon, ők ugye Bradleyvel vannak főszerelve, és a harckocsi zászlóaljon kívül ugye megkapták, ha jól emlékszem, eredetileg talán a 22. dandár kapta meg az Abrams-öket, de most az Abrams zászlóalj a 47. gépesített lövészdandárnál van. Tehát ezeken kívül még van 3 zászlóalja, amelyek közül van egy roham zászlóalj, ez önkéntesekből áll. És van még egy lövészzászlóalja, és van még egy különleges rendeltetésű zászlóalja is. Tehát nagyon nagy létszámú dandár, a dandár összlétszáma talán meghaladja az 5000 főt is, és ugye ezek kifejezetten külföldi kiképzést kaptak, az eredeti. Tehát még a tavaly nyári nagy ukrán támadás előtt ez a dandár így nézett ki. Nyilvánvalóan ott veszteségeket szenvedett, azt hiszem, hogy a hadszálláspontját is orosz rakéta találat érte, kétszer vagy háromszor is föl kellett már tölteni ezt a dandárt, ettől függetlenül jelentős harcértéket képvisel. Én úgy gondolom, hogy a 92. és a 93. gépesített lövész, ukrán gépesített lövészdandárokon kívül ez a 47. dandár az ukrán haderő szemefénye. És most ez került olyan helyzetbe, hogy olyan főként személyi veszteségeket, de látunk kilőtt Bradley páncélozott harcjárműveket is a csatamezőkön, tehát olyan veszteségeket szenvedett ez a dandár, hogy az orosz főcsapás irányában területeket kénytelen föladni. És úgy néz ki, hogy ezt az orosz támadó éket, amelyet ugye a központi vagy a centr hadseregcsoport alkot, ezt nem tudják föltartóztatni. Lehetett arról olvasni, hogy a katonák azért is vonulnak vissza ilyen gyorsan, mert hogy a politika szeretné, hogy ők egyáltalán kimenjenek a csatatérre, de nem kapnak megfelelő kiképzést, nem kapnak megfelelő információt, és ukrán oldalról káosz van a csatatéren. Nyugati lapok írnak egyébként erről, ukrán forrásokra hivatkozva. Talán az előzőekből kiderült, hogy a 47. dandár esetében ez nincs így. Ez egy nagyon jól szervezett, ez egy nagyon jól kiképzett, én ugyan nem szeretem a szót, de most azért, hogy a nézők, hallgatók értsék, ez az ukrán haderőnek az elit dandárja az egyik legjobban fölkészült. És ennek ellenére. És itt az van, hogy nem akarják őket feldaráltatni, vagy felőröltetni, mert szükség van rájuk máshol is, és ezért kímélik őket, vagy tényleg ennyire végzetes a helyzet? Én az utóbbira tippelek. Az ukrán politikai és katonai vezetés eddig önként egy talpalatnyi földet nem adott föl. Még akkor sem, amikor reménytelen helyzetbe kerültek. Épp a 31. dandár esetében fordult elő az, hogy a gyors orosz mozgás egy bekerítő, vagy inkább átkaroló harci cselekményt indított, és az adott területen a 31. dandárnak a két zászlója is beszorult. Nem kaptak visszavonulási parancsot. Tehát a dandár parancsnokság ennek a két zászlóalnyi embernek nem adta ki a visszavonulást akkor sem,
amikor kezdtek reménytelen helyzetbe kerülni. Egy bekerítésben a bekerített erőknek ugye utánpótlása nincsen, tehát harcolhatnak addig, amíg a lőszerük elfogy, amíg a vízük elfogy, amíg a sebesültek száma egy kritikus szintet el nem ér, de utána vagy megadják magukat, vagy lemészárolhatják magukat. Az adott esetben az történt, hogy a zászlóai, mind a két zászlóai önmaga döntött úgy, hogy a bekerítésből kitörnek. De ismét nem kaptak parancsot a visszavonulásra. Tehát én szerintem ez azért nagyon szoros összefüggés mutat azzal is, hogy a harkói front megnyitásával, és ugye ezt többször leírtam, többször elmondtam, az orosz célok a harkói front megnyitásával korántsem az volt, hogy Harkovot elfoglalják, vagy hogy Harkov irányába előre törjenek. A cél az volt, hogy minél nagyobb tartalékokat vonjanak el más aktív frontszakaszokról, azt kényszerű városharcba kényszerítsék, ez ugye Borcsanszkba és Lipcinél meg is történt. Az ukrán fél a más irányokban lévő dandárok harcászati tartalékait vonta el. Ez azt jelenti, hogy a frontvonalban adott esetben a donetszki vagy a csaszovjári frontvonalban lévő dandár tartalékában, második lépcsőjében vagy tartalékában lévő zászlóalját. Tehát ilyen szinten kellett Szirszkijnek a csapatait átmozgatni a Harkov irányba. Tehát ezeken az oroszok által aktívan tartott frontszakaszokon az ukrán csapatok védelme egyrészt így is meggyengült, tehát hogy a harcászati tartalékokat kénytelenek voltak átcsoportosítani, illetőleg az orosz tűzérség és a légibombázás hatékonysága eleve megtizedelte az ukrán védőerőket. Mi a helyzet más területeken? Orosz szempontból még rendkívül sikeres csapásirány a Toretszki irány. Ott egy nagyon nagy arányú betörést és harcászati sikert értek el. Most már azt lehet elmondani, hogy Toretszk külvárosának utcáit az orosz csapatok elérték. Épp a tegnapi napon a TG csatornák számoltak be egy New York nevezetű településen egy 4,8 kilométeres további ukrán védelem vonalának áttöréséről. És már orosz zászló leng állítólag New Yorkon. Igen. Ugye az áthallás az elég érdekes ebben az esetben, de nem az amerikai New Yorkról van szó értelemszerűen, hanem Toretszk egyik elővárosának tekinthető ukrán településről beszélünk. De ez azt jelenti, hogy az orosz csapatok elérték Toretszket. És itt ugye három helyen törték, Toretsztől keletre három helyen törték át az ukrán védelmet az oroszok. Középen értek el egy viszonylag széles áttörést New York településnél, most már gyakorlatilag azt jelenti, hogy körülbelül 9-10 kilométer mélységben vannak, és a középső áttörés felett volt egy kisebb. Máshol is próbáltak áttörni, csak nem sikerült, vagy ahol próbáltak, ott át tudtak törni?
Hát itt, ahol próbáltak, itt áttörtek. Ez ugye azért tanulságos, mert akik azzal érveltek, hogy az ukránok miért harcolnak ilyen keményen, azt mondták, hogy azért, mert hogyha feladnák a területeket, akkor Oroszország zavartalanul tudna behatolni Ukrajnának a mélységébe, és eddig azért legalább lelassítani, vagy feltartóztatni tudták őket. De ha most mindenhol sikeres orosz áttörések vannak, akkor felmerül a kérdés, hogy mennyi idő alatt tudnak megérkezni, meg hogy meddig tudnak megérkezni. Itt az alapvető kérdés nem az oroszok szándéka, hanem az, hogy az ukránok meddig bírják. Meddig marad meg az integrált ukrán haderő. Sziszki ugyan néhány héttel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy az orosz haderő fölénybe kerül, mind a katonák számát illetően, mind a tűzérségi eszközök számát illetően, a harckocsik számát illetően, nem beszélve a légi fölényről, de ő ennek ellenére tudja a tutit, mert a győzelem kulcsa az ő kezében van. Hát én ennél föltözragadtabb vagyok, számomra az erőeszköz számvetés az egy alapvető dolog, és szerintem minden katonának, minden parancsnoknak ez valóban a kis ujjában kell lennie, szóval ettől nem lehet eltekinteni. Előfordulhatnak csodák, például Termopülénél annak idején, de ugye mind a 300 spártai meghalt, de föl tudtak tartóztatni jó darabig egy nagyobb számú perzsa haderőt. Vagy esetleg ott van a maratoni csata, amelyben a görögök tényleg túlerőt győztek le. De ilyen csoda azért ritkán adatik. Vagy az egri várvédelme. Vagy az egri várvédelme, igen, így van. De azért oda is visszatértek a törökök, aminek mi persze nem örülünk, de... Hát végül csak elfoglalták Egervárát is. Tehát a katonai túlerő, ami párosul egy gazdasági túlerővel, ami párosul azzal, hogy a társadalom támogatja a háborút, ami párosul azzal, hogy az ipar át tudott állni a hadsereg nagyarányú igényeinek a kielégítésére. Ez orosz esetben elmondható, Ukrajna esetében nem, hiszen Ukrajna minden szempontból egy importfüggő országgá vált, tehát ez azt jelenti, hogy a harceszközök tekintetében is külföldi behozatalra szorul, független attól, hogy segélyként kapják meg ugye a fegyver is áru, tehát azt a szükséges áru mennyiséget, vagy pedig megvásárolják. Tehát én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ez a felőlő háború annak a félnek fogja meghozni a sikerét, amelyik nagyobb pusztító erővel rendelkezik, amely hatékonyabban tudja pusztítani a másiknak az erőforrásait. Ezek pedig kétségtelenül az oroszok. Lehet itt húzni az időt, lehet itt béketárgyalásokra várni. A jelek egyáltalán nem arra mutatnak egyébként, hogy bármelyik fél is sürgetni ezeket a béketárgyalásokat. A ukrán fél nincs abban a helyzetben, hogy az általa diktát, mert itt ugye diktátumról lenne szó az oroszok irányába, tehát, hogy az általa diktált békefeltételeket Oroszországra rá tudná kényszeríteni, az oroszok pedig még nem érték el a felőlő háborúnak a célját, amelynek ugye a politikai vetülete, a politikai célkitűzése az Ukrajna demilitarizálása.
Tehát addig, amíg az ukrán haderő erőforrásainak pusztítása orosz szempontból nem ér el egy olyan szintet, amikor Oroszország úgy dönt, hogy most már lehet tárgyalni, addig én úgy gondolom, hogy nem lesz béketárgyalás. Beszélünk majd mindjárt az ukrán támadásokról is, de az mindenképp érdekelne, hogy mi a helyzet talán a figyelmen kívül eső Zaporizsia megyében, mert hogy ugye Oroszország azt is magához csatolta, és ott is vannak próbálkozások. Mely részről, mely oldalról? Hát az orosz részről hogy állnak jelenleg az áttörési kísérletek, és tudom, hogy ott közben a zaporizsiai atomerőműnél meg vannak ukrán próbálkozások közben, szóval hogy áll? Voltak is, tehát az ukrán ez nem katonai cél, ezt azért tisztázzuk, tehát a zaporizsiai atomerőmű visszaszerzése az politikai cél. Katonai viszont rendkívül kockázatos akció, ettől függetlenül az ukránok már számtalan kísérletet tettek erre. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a terület, többször volt szó a beszélgetéseinkben, az oroszok Nyeper hadseregcsoportjának a felügyelete vagy vigyázó szemei alatt vannak. A Nyeper hadseregcsoport jelenleg három hadseregből tevődik össze, a 18. összfegyvernemi hadseregből, a 49. összfegyvernemi hadseregből és az 58. összfegyvernemi hadseregből. Hát amikor az ember így foglalkozik vele, meg térképen látja, stb., akkor előbb-utóbb rögződnek ezek a hadrendi megnevezések az ember memóriájába. Azonban nem csak ezek az alakulatok vannak. Van egy vagy kettő, inkább kettő légideszant hadosztály is a hadseregcsoport alárendeltségében. Vannak tengerészgyalogos alakulatok a hadseregcsoport alárendeltségében, bár a 810-es tengerészgyalogos dandát a Gyempely vidékéről épp a napokban diszlokáltak át Vovszcsanszk körzetébe. Ez ugye válasz arra, hogy az ukrán fél a 30. tengerészgyalogos hadtestének két dandárját a zaporozsiai frontra, egy dandárját a 36. tengerészgyalogos dandárt pedig éppen Vovszcsanszkba diszlokált át. Tehát ott most orosz tengerészgyalogos küzd ukrán tengerészgyalogossal, nevesítve az ukrán 36. tengerészgyalogos dandár az orosz 810-es tengerészgyalogos dandárral. De emellett vannak még területvédelmi ezredek, tartalékban egy külön önálló harckocsi ezred, vannak úgynevezett Z-Storm, roham alakulat, roham zászlóhaj, van kettő bász zászlóhaj, ez ugye hadászati tartalékból oda küldött. És a Nyeper hadseregcsoport sávjának két iránya van, az egyik a Nyeper vonal védelme, ezt látja el a 18. összfegyverném hadsereg, és a zaporozsiai front szakasz, ez pedig a 49. és az 58. hadsereg sávja. Tehát én úgy gondolom, hogy rendkívül jelentős erők vannak. És a hadseregcsoport legalább egy légideszant hadosztálya is ebben az irányban működik. Tehát úgy gondolom, hogy jelentős erők állnak az orosz fél részére. Hát a hadseregcsoport teljes mérete az körülbelül 75 ezer fő, 450 harckocsi, több mint 1000 100 mm űrméret feletti löveg, 150-200 sorozatvető, rakétasorozatvető, és mind a három hadseregnek van ugye rakéta, önálló
rakétatűzér dandárja, és mind a három Iskanderem rakétákat képes kilőni. Ezek ugye 660 mm rakéták, hatótávolság 500 km, rendkívül hatékony fegyver. A felsorakoztatott orosz haderő per pillanat a tavalyi ukrán támadás előtti eredeti helyzetet állítja vissza. Ugye azt a U-alakú betörést, amit az ukránoknak sikerült a támadás során, mint egy 8 kilométer, 8-10 kilométer széles, 8-10 kilométer mély betörést végrehajtaniuk, az oroszok ezt éppen most számolják föl. Rabotyiné települést visszafoglalták, Rabotyiné és Verbove közötti terepszakaszt éppen most foglalják vissza. Az ukrán fél a saját hadműveleti mélységében megpróbál valami csapatösszevonást végrehajtani. Itt a közelmúltban látható volt, hogy néhány ukrán település vasútállomását rendkívül erős orosz rakétacsapás érte, pont akkor, amikor ukrán katonavonatok érkeztek meg az állomásra. Tehát az a feltételezés, mert ugye valószínűleg erre célzott a más, hogy az ukránok által most megnyitott Kurszki irány esetleg összefügghet azzal, hogy ez egy elterelő művelet azért, hogy az orosz tartalékokat más irányokból elvonják, és a fő cél valójában a zaporozsiai atomerőmű visszafoglalása. Ez jelen állás szerint én úgy gondolom, hogy nem több spekulációnál. Én nem mondom azt, hogy az elképzelés az nem valós, vagy nem lehet ilyen tartalma ennek az elgondolásnak, de hogy ezt sikeresen végre tudják-e hajtani, de ezt őszintén szólva kétlem. Többször próbálkoztak az ukránok. Hát át kellene kelni a folyón. Mondjuk az orosz csapatfelderítés, különösen a frontcsapatoknál az elég erős, de most épp a Kurszki irányba bizonyították be az oroszok azt, hogy a csapatfelderítésük nem működött. Nem vették észre azt az erőcsoportosítást, amit az ukránokat létrehoztak. Parancsnoki felelősségvonás is lesz szerintem az oroszoknál, mert ilyesmit nem lehet elnézni, ilyesmit nem lehet benézni, és az ukrán támadóék rendkívül módon meglepte az oroszokat. Ez hogy fordulhatott el? Ugye azért nem ez volt az első ukrán betörés vagy művelet Kurszk területén, illetve tudjuk, hogy Belgorodban is folyamatosan voltak támadások. Most azt látjuk, hogy az ukránok területeket vontak az ellenőrzésük alá. Tehát, hogy ennyire nem figyel Oroszország a határaira? Nem egészen erről van szó. A orosz haderő nagy része ugye a frontokon le van kötve. Az adott terület, tehát a Kurszki irány, az az Észak-hadsereg csoport sávjába tartozik, tehát az Észak-hadsereg csoport parancsnoksága személyesen Lapin tábornok, ugye ő vezeti ezt a hadsereg csoportot, ő lenne a felelős a nem csak a Harkovi irányba folyó műveleti tevékenységért, hanem a teljes határszakaszért. A Kurszki irányba a úgynevezett Kurszk harccsoport tevékenykedett. Igen ám, de ez valójában nem frontcsapatokból állt, nem frontcsapatokból tevődött össze. Az összes száma ennek a harccsoportnak körülbelül 10.500 fő.
ami rendelkezésükre állt, az 2 gépesített lövészzászlóalj, 6 lövészzászlóalj, 1 harckocsi zászlóalj, 1 vegyes tűzérosztály. Ez egy viszonylag nagy területre azért viszonylag csekély erő. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha valósak az ukrán közlések, hogy milyen egységekből ejtettek foglyokat, tehát ott orosz sorállományt is foglyul ejtettek, és az oroszok számára ez az igazi probléma, nem az, hogy néhány falut elfoglaltak. Tehát ugye Belgorod esetében is láthattuk, hogy megvolt a betörés, aztán rövid időn belül kiszorították a betört proxy erőket. Azért mondom, hogy proxy erőket, mert ellentétben Kurckkal ott orosz ellenzéki zászlóaljak támadtak. De rövid időn belül kiszorították, és ukrán területre helyezték át a harc tevékenységet. Tehát itt most gyakorlatilag az történt, hogy viszonylag gyenge kiképzettségű csapatok voltak. Az a felvételeken egyébként jól látszik, én meg is lepődtem egyébként ezen, hogy nagyon jó kiépített védelmi rendszer volt, hogy miért nem voltak a védelmi állások feltöltve. Tehát ez nyilvánvalóan egy parancsnoki hiba. De parancsnoki hiba vagy kapacitás hiány? Hát mindenki Ukrajnában ahogy mondtam, azért a KUSZ 6 harccsoportnak 10.500 ember rendelkezésre állt. És de akkor itt nem az, hogy abból a 10.500-ból valójában 7.000 külszolgálatot teljesített? Nem, azok effektíve ott vannak. És ugye a probléma ott van, hogy... És ezt én korábban is jeleztem, hogy az oroszok dublírozzák az egységeiket, mert a foglyulejtett sorkatonák egyértelműen bizonyítják számomra ezt a feltételezésemet, ugyanis akiket fölraktak a Telegram csatornákra, azok a 20. Közfegyelmi Hadsereg 155. gépesített lövészhadosztályának 488-as hadrendi számozását viselő ezredhez tartoznak. De ez sorállomány. Az ezred hivatásos vagy szerződéses állománya az máshol van. És azért itt még egy dologra rá kell irányítani a figyelmet. Ugye mennyivel másképp viselkedik egy puskaport nem szagolt sorállomány, egy rendkívül nagy harci tapasztalatokkal rendelkező ellenséggel szemben. Ugye megadták magukat, megfutottak, ha valós a ukrán Telegram felvétel, körülbelül 100-nyi sorkatonát, orosz sorkatonát elfogtak. Ezzel Oroszországnak el kell számolni. Ugye ott törvény van arra, hogy sorkatona a harci területen nem vihető. Igen ám, de ugye az adott esetben honi területen voltak, és ez mutatja azt, hogy egy sorállomány kiképzés az azért más szintű, mint egy harci kiképzés. Nem véletlen, hogy ha jól tudom, az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács éppen tegnap tartott ülést, és ott döntés született arról, hogy legalábbis az orosz TG csatornák szerint, majd a Nemzetbiztonsági Tanács ülésére még egy mondattal visszatérek, hogy 4 harci dandát fognak átcsoportosítani erre a területre az oroszok, hogy honnan az még kétséges. Az biztos, hogy a Fehér Oroszországban állomásozó maradék Wagner erőket, ez kb. 8000 fő lehet, azt gyorsan átirányították a KUSZK irányba,
és a csecsenek Aida nevű osztaga is be fog érkezni a harci területre. És akkor most egy mondat erejéig visszatérnék a Nemzetbiztonsági Tanács ülésére. Szóval itt most, aki nézte, látta, hallotta legalább azt a részt, amit nyilvánosan bejátszottak és közvetítettek. Szóval látnivaló volt, hogy az orosz vezérkari főnök hazudik a Putyinnak, amikor a jelentését megtette. Ugyanis nem azt látjuk a harci cselekmények területén, mint amit a Gerasimov jelentett. A Gerasimov azt jelentette, hogy viszonylag csekély erők törtek be, az orosz fél megállította Szudzse városánál az ukrán betörést, és rendkívül nagy veszteségeket okozott az ukrán erőknek. Ehhez képest azt látjuk, hogy tegnap éjjel, vagy inkább ma éjjel egy órakor néztem meg, tehát ha azóta vannak friss fejlemények, az... Most augusztus 7-e 15 óra 18 perc van, a hallgatók ezt 17 óra 15-kor látják. Igen, tehát az az én információ hiányom, de tegnap vagy ma éjjel egy órakor az volt a helyzet, hogy igaz, hogy nem Szudzse városának irányába, hanem attól észak-észak-nyugat irányba egy több mint 20 kilométeres betörés történt. Most érdemes megvizsgálni, ugye az előbb elmondtam, hogy az oroszoknak milyen erő áll a rendelkezésre. Most érdemes megnézni azt, hogy az ukránok milyen erőcsoportosítást hoztak létre, hiszen nagyjából ebből tudunk következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy mi lehet majd az ukránok célja, műveleti célja. Hát mindenek előtt meg kell említeni a 22. önálló gépesített lövészdandát, a 67. gépesített lövészdandát, a Stryker, a betörésnél használt amerikai Stryker hadjárművek, eredetileg a 88. képesített lövészdandár kapta meg, tehát feltételezem, hogy ők is ott vannak valahol. Tehát ezek a gépesített lövészdandárok. Van három területvédelmi dandár, a 101-es, a 103-as és a 117-es területvédelmi dandárok. Na most ezek támadásra azért kevésbé alkalmasak, ezt tegyük hozzá. Tehát a kiképzettségi szintjük körülbelül az, amit az előbb a orosz sorállománytól láttunk. És az egész csoportosítás tűzérségi támogatását pedig az ukrán 48. önálló tűzérdandár adja. Ez egy körülbelül 6 testnyi erő. A nagy kérdés az, hogy mire alkalmasak ezek. A 22. dandár az egy klasszikus ukrán dandár, tehát 3 plusz 1, ha a harci állomány nézem, 3 gépkocsizó, gépesített lövész és egy harckocsi zászlaj. Ennek a hadtestnek a főerejét valójában a 67. önálló gépesített lövészdandár adja. Ezek nagyon motiváltak, ez lényegesen több zászlajból áll. Úgy néz ki, hogy az ukránok a főerőket még nem is vetették be. Tehát az első lépcsőbe a 22. gépesített lövészdandár támadott, és gyakorlatilag ugye azt nem mondanám, hogy teljesen harc nélkül, hiszen volt egy-kettő határvédelmi zászlaj is ott például, az oroszok részéről például a 17. határvédelmi zászló, elszigetelt harcok folynak. Tehát bekerítésben most is van olyan orosz alegység, amelyik még harcol. De az ukránok elszigetelték és túlhaladtak rajtuk. Én azt mondanám, hogy
hogy igazából ez az erő túl nagy területet nem lesz képes elfoglalni. Az, hogy Podolják az éjszaka folyamán, vagy talán ma reggel megszólalt, ez azt mutatja, hogy a politika kíván mutatni valamit. Nevezetesen azt, hogy az ukrán fél is képes orosz területre átvinni a harci cselekményeket. Az orosz fél ugye a határmenti településeket korábban nem ürítette ki, mint ahogy az ukránok egyébként megtették. Már ennek figyelmeztető jelnek kellett volna lenni az orosz védelem parancsnoka számára. Tehát az orosz lakosság is közvetlenül érzi a háborút, ott civilek haltak meg már a katonák mellett értelemszerűen. Megközelítési útvonalakat aknáztak alá, civil járművek futottak aknára, civil járművek kaptak dróntalálatokat, és így tovább. A igazi harcok majd még ezután fognak kibontakozni, akkor, amikor az orosz főerők be fognak érkezni. De be fognak? Nézze! Az orosz fél nem hagyhatja ezt válasz nélkül. Putyinnak demonstrálnia kell azt, hogy képes megvédeni az oroszokat, képes megvédeni az orosz településeket, képes megvédeni az orosz embereket a háború borzalmaitól. Most nyilvánvalóan azért áldozatok nélkül, civil áldozatok nélkül ez nem fog menni. Az oroszok kénytelenek lesznek az ukránok által elfoglalt orosz településeket is bombázni. Tűzérséggel is, és légierővel is. Nem kerülhető el az, hogy az oroszok orosz fegyverekkel orosz házakat, orosz településeket, orosz infrastruktúrát pusztítsanak el. Ez megint ukrán nyereség. Ráadásul mivel túl sokat beszélnek a békéről, én el tudok képzelni egy olyan ukrán politikai célt, tehát nem katonai célt, hanem politikai célt, hogy az ukrán fejekben esetleg az van, hogy hosszú ideig képesek lesznek megtartani az általuk elfoglalt területet, függetlenül annak a nagyságától. És ez adott esetben akár a béketárgyalások során csere alap lehet, hogy az ukrán fél kivonul az orosz területekről, cserébe az orosz fél kivonul az ukrán területekről. Én úgy gondolom, hogy ez egy hibás politikai elképzelés. Ha ezt mások gondolják, is a nagyságrendek, nem? Egyrészt, másrészt pedig az oroszok nem fogják sokáig tűrni. Tehát nyilvánvalóan ide is olyan erőt fognak csoportosítani, és ha kell, akkor egy újabb részleges mozgósítás árán. Ez a betörés egyébként politikailag megteremti a kedvező feltételeket ahhoz, hogy Putyin egy újabb részleges mozgósítást rendeljen el. Hiszen az országot érte támadás nem proxy erők, hanem ukrán reguláris haderők által. Tehát én szerintem ez a kedvező pillanat. Nem tudom, hogy sor kerül-e rá, vagy sem. Lehet, hogy el fogja mulasztani. De hogyha az történik, mint a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén, hogy én szerintem a Gerasimov a Putyin személybe hazudott, hát akkor nem tudom, hogy mi fog történni. Kétségeim vannak egyébként az iránt, hogy ez az ukrán erő képes lesz hosszú ideig fönntartani azt, hogy orosz területen tartózkodjon. Ha az oroszok képesek megfelelő tartalékot
a területre vinni, akkor az ukránoknak előbb-utóbb kénytelen kellett, nem föl kell adniuk ezt a területet. De ugye ez megint egy komoly ukrán politikai siker, nem PR siker, tehát ezen már túl vagyunk. Ez egy nagyon komoly politikai siker, hogy Ukrajna orosz területre tudta áttenni azt tevékenységet, demonstrálta azt, hogy a katonai képességei megvannak erre. Mint mindig most is úgy zárom a beszélgetésünket, hogy nagyon gyorsan elment az idő, és még az ukrán és az orosz veszteségekről nem is beszéltünk, viszont most ilyen hosszabbításban meghallgathatják a hallgatók, mert még mielőtt bekapcsoltuk volna a felvételt, mondta, hogy érkezett igazán izgalmas adatokkal, meg információkkal, szóval most elengedem ezt a lejárt az időt, és inkább, mert hogy tényleg fontos, és talán érdemes erről még beszélni a végén. Veszteségekről? Hát teljesen véletlenül bukkantam veszteségadatokra. Kis apró mozaik. De ugye, hogyha az ember rendelkezésére sok apró mozaik áll, akkor előbb-utóbb valami össze fog jönni ebből. Két adatra bukkantam. Az egyik az úgynevezett túlhalálozási adatokat dolgozta föl, független elemzések arra jutottak, hogy 2022-ben és 2023-ban összesen 72 ezer plusz halott jelentkezett orosz oldalon, tehát a háború első két évében nagyjából ennyi lehetett az orosz reguláris haderőnek a vesztesége. De alacsonynak tűnik, hogyan jöttek ki ezek a számok? Ahogy mondtam, túlhalálozás. Tehát itt ebben már figyelembe vették, vagy beleszámították. Azt hiszem, hogy egyszer már beszéltem erről, hogy van egy független vizsgálat, a MediaZone nevű weboldal, a BBC Russiával együtt vizsgálja a oroszországi halotti jelentéseket. Tehát ezzel együtt, plusz a túlhalálozási számításokkal, ez egy meghatározott korosztályra vonatkozott, de azt hiszem a 25 és 49 éves korosztályokra vonatkozott, itt értelemszerűen egy alacsonyabb szám jött ki, de ezt a túlhalálozási rátát, ami egy 6%, ezt rávetítették a magasabb korosztályokra is, tehát azt hiszem 65 évig bezárólag, és így jött ki az, hogy 72 ezer fő van pluszba a halálozások listáján. Ebbe értelemszerűen nincsen benne a donetszki és a luhanszki, meg most már ugye a zaporozsiai és Herszon. Meg a 2024-es És a 2024-es adatok sincsenek benne. Tehát most már azért nyugati forrásokban is olvasható az, hogy az orosz halálozás ténylegesen 100 és 120 ezer fő közé teszik. De ahogy jelzem, ebbe azért sok minden nincsen benne. Nincsen benne a Wagner veszteséglistája, nincsen benne a négy elcsatolt megye halálozása. De minden esetre ugye közel sem olyan méretű halálozásról lehet beszélni, mint amit az ukrán vezérkar ad ki, amelyik nem is tudom, most már talán 580 ezernél tart. Egy másik érdekes adatra is bukkantam, ami viszont számomra meglepően alacsony számot mutat. Viszont ahogy átnéztem ennek a Telegram csatornának az összes tudósítását, viszonylag ritkán ír a Telegram csatorna tulajdonosa. Én először azt gondoltam, hogy ukrán oldalt látok, mert kifejezetten
elhallgatott orosz veszteségekre ment rá. Tehát ha érkezett valahova egy ukrán csapás, és azt az orosz vezérkar elhallgatta, vagy elmismásolta, akkor ez a Telegram csatorna pontosan beszámolta arról, hogy milyen veszteség érte az oroszokat. Tehát én úgy gondolom, hogyha az összes többi ilyen típusú híradásnak hihettem, akkor a most következő számadatoknak is hinni lehet. Itt az van, hogy a orosz honi területeken, a kórházakban, kórházak mellett ugye halottas házak működnek, és a Rostov an Donban lévő katonai kórház mellett működő 522-es hadrendi számozású, az elhunytak fogadására és elszállításával foglalkozó katonai központ temetési adatait, vagy pontosabban a beérkezett hulláknak az adatait közli ennek a központnak hogy alárendeltségébe tartozó, de négy hadsereg, pontosabban három hadsereg és egy hadosztály tartozik ehhez a központhoz. A 41. közfegyvernemi hadsereg, a 2. közfegyvernemi hadsereg, a 25. közfegyvernemi hadsereg és a 90. harckocsi hadosztály. 2022. február 24-től 2024. június 1-ig az előbb említett egységekből ehhez a úgynevezett temetési csapathoz a 41. hadseregtől 3749 holttest, a 2. közfegyvernemi hadseregtől 6439 holttest, a 25. közfegyvernemi hadseregtől 1508 holttest, és a 90. harckocsi hadosztálytól 1995 holttest érkezett be. Tehát vegyük figyelembe ugye azt, hogy itt komoly hadseregekről van szó. A 41. és a 2. hadsereg, ez alkotja most a központi hadseregcsoportot, meg a 90. harckocsi hadosztály is. És ugye ez támad az Avgyevka-Pokrovszk vonalon, ahol a orosz szempontból a fő harci cselekmények folynak. És tehát ebben a kontextusban, ezzel az összefüggésben kell vizsgálni azt, hogy egy-egy hadseregtől mennyi holttest érkezett be a temetési csapatokhoz. Én őszintén szólva ilyen harci intenzitás mellett többet gondoltam eddig, ez számomra meglepően kevés szám. De ahogy jelzem, ez csak egy ilyen temetési csapat. Nyilván az összes többi hadseregcsoportnak is megvannak a maguk temetési csapatai, ott lehet, hogy más számok fognak napvilágot látni. És ezzel párhuzamosan pedig vannak ukrán népességfogyásról szóló adatok is, hogyha jól tudom. Igen, ez egy szintén teljesen friss információ halmaz. A élveszületések számáról jött ki adat, és ezzel párhuzamosan a halálozási számok is napvilágot láttak. Az élveszületések száma 2024 első fél évében 87.600 fő. Ez borzalmasan kevés. A háború előtt egy évre vetítve azért 400.000 élveszületésről lehetett beszélni. Ez ugye, hogyha
tükörbe rávetítem a második fél évre is ezt a 87.500 főt, ez lesz mennyi 175.000 fő maximum. Ez egy olyan nagy ország számára, mint Ukrajna, nagyon kevés. Ráadásul itt ugye figyelni kell az élveszületet és az élveszületettek számának és a halottak számának az arányára. Az ukrán statisztikai adatok szerint itt 1-3 arányról beszélhetünk. Még a háborút megelőző időszakban ez az arány 1-2-höz volt. Viszont a halálozások számában van egy számomra borzalmasan furcsa adat. Az ukrán statisztika szerint 2024 első felében 250.000 halottat ad meg. Ugyanakkor 2021-ben 350.000 főt. Most egy háborús időszakban lényegesen kevesebben halnak meg, mint békeidőszakban. A kérdés Covid és a sok elmenekült COVID, lehet talán magyarázat. A magyarázatot én inkább abban látom elsősorban, hogy Ukrajna összlakossága drámai csökkenésen ment keresztül. Sokkal drámaibb mértékű ez a csökkenés egyébként, mint ahogy azt feltételezzük. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább a 25 milliós lélekszám az, ami közelebb lehet a valósághoz. Az ukrán hivatalos adatok még mindig 40, a pénzügyminisztérium honlapján még mindig 41 millió fő szerepel. Tehát ez szerintem már régen nincs így. A lényeg viszont az, hogy ezek a számok egy rendkívül mély és drámai demográfiai zuhanórepülést mutatnak. Ukrajna el fog néptelenedni. Nincsen reprodukciós erő. Ugye a szülőképes nők is főként külföldre távoztak. Azt mondjuk érdekes lenne tudni, hogy a külföldön élő nők, amióta külföldre költöztek, hány gyereket szültek. Tehát az adat halmazunk, hogy ezzel lenne ez teljes, de szerintem nincs olyan ember a földön, aki ezt meg tudná mondani. Hát minden esetre kíváncsian várjuk azt, hogy ha vége lesz a háborúnak, akkor egyáltalán mennyien térnek vissza Ukrajnába, lesz-e egyáltalán Ukrajna, hol lesznek a határok. Ez most egy ilyen éppen valami korszakváltás közbeni állapot. Ugye, ha megnézzük, az ENSZ-nek is vannak ilyen becslései, hogy 2040-re 25 millió körülre teszi Ukrajna lakosságát. Hát lehet, hogy ez a szám most 2024-ben így áll. Én úgy gondolom, hogy igen, ezekből az előbb általam ismertetett számokból én inkább arra következtetek, hogy Ukrajna már most ezen a szinten van. Szabó József, köszönjük szépen. Én köszönöm még egyszer a lehetőséget. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Az elmúlt órában Szabó József külügyi szakértővel beszélgettünk. Arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornákra, és továbbra is hallgassák az Ultrahangot. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.